Köszöntöm a nézőinket az ismerős vendége Kálóci. Andrea Andi köszöntelek szeretettel a nézőktől pedig hát elnézést kérünk, de azt hiszem, hogy magázódni nem igazán tudnánk olyan régi az ismerettség. Andi a közelmúltban a rév Szenvedélybeteg segítő szolgálat, fennállásának ötödik évét ünnepelte, és hát ebből az alkalomból voltunk egy ünnepségen, és én bevallom őszintén, hogy ott gondolkodtam el, hogy teljesen egybefortál te a segítő szakmával, ott vagy, teszed a dolgodat, feltűnsz a, a Városi érdekegyeztető Fórumokon, jössz, mész, mindig történik valami, dolgozol, de hogy igazán mögötte sok mindent nem is tudok rólad. És hát a nézők többsége is gondolom, hogy így van ezzel, éppen ezért itt az alkalom, hogy most egy kicsit kibeszéljük a dolgokat, hogy hát tulajdonképpen honnan indult ez az egész, hol kezdődött a te pályafutásod. Ugye a segítő, a segítői hivatásról gondolsz. Azt gondolom, hogy ez már gyerekkorba elindult. Minden segítő elér egy olyan szintre, amikor elkezd azon gondolkodni, hogy miért ezt a pályát választottam. Amikor a segítői identitás kialakul, a szakmaiság, hogy én ki is vagyok, miért lettem éppen segítő, mit akarok ezen a világon, mi a célom, mi a célom azzal, amit csinálok. És valahol ez talán visszavezethető arra, hogy ahogyan mi éltünk a családunkba, elég sok tragédia történt. És hol gyerekeskedtél? Hol volt ez helyben? Tolna megyében gyerekeskedtem, a Tolna megye kis csücskében, Magyar Keszin. Uh -huh. És Hát ott értem, 14 éves koromig. Utána kerültem középiskolába Szexárdra, Tehát 14 éves korom óta szexárdon élek. Tehát Na most és nem emlékszel a magyar keszé évekre. Említetted a családot, hogy sok minden történt. Mi az, ami a gyerekkorból meghatározó, vagy mit gondolsz most meghatározónak abból a szempontból, hogy te az lettél, aki? Azt gondolom, hogy ö, itt nem csak a születésem kezdett tét kell alapul venni, hanem már azt, amit, amit, én gyökereket kaptam az őseimtől, a édesanyám családjából elég sok alkoholbeteg volt. A édesapám családjában is volt, de hogy voltak azért olyan tragédiák, amelyet azt gondolom, hogy a család a mai napig cipel, hord magával, amit talán még biztos vagyok benne, hogy nem is tudok mindent, meg mm. nem is fogok tudni ameddig élek, megfejteni dolgokat, de hogy az egy nagyon meghatározó volt például az én életemben, hogy 9 es koromban elváltak a szüleim. Na most előtte már mondjuk 6 éven keresztül, tehát a válás előtt 6 éven keresztül nagyon nehéz időszak volt, tele konfliktussal, értéssel, kommunikációs problémákkal, és gondolom uh, ezeket a dolgokat most tudod így, ilyen szépen megfogalmazni, Igen. akkor ez teljesen Igen. másképp csapódott le. Teljesen másként ugyanis uh, a, a, egy, egy gyerek, vagy én, én is, ahogy a többi gyerek, tehát nagyon hasonlóan, uh, rettenetesen féltem, szorongtam, és pontosan azért, mert nem tudtam, hogy mi történik. Tehát igazából nem, volt, nem mondták el, hogy hogy probléma van, csak hallani hallottam. Tehát, Igen. Az ajtó mögül hallottam a veszekedést. Én egyetlen egy veszekedésnek voltam például tanúja, tehát nem láttam sok veszekedést. De hallani hallottam, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek nem kell, hogy lássák, hogy mi történik. Ők, ők ráéreznek dolgokra, érzik a feszültséget, én is éreztem, érzik a szomorúságot, a szorongást, a bizonytalanságot. És ö, valahol talán ö, próbáltam én is összehozni a szüleimet, hogy ö, hogy jobb legyen nekik, mm -hmm. hogy nekem jobb legyen. Ö, nem tudtam, hogy, hogy mi ez, féltem, hogy talán én én miattam történnek a problémák, a és és az volt egy nagyon nehéz, hogyha így, így lehet ezt így mondani például az életemben, hogy, hogy amikor édesapám elköltözött, akkor nem tudtam, hogy ő elköltözött, vagy hogy ő miért költözött el tőlünk. És nagyon érdekes volt az, hogy, hogy emlékszem, hogy nem tudtam Kinek megmondani, csak a nővéremnek. Uh -huh. És ezt is csak úgy, hogy súgva, és csak úgy, hogy amikor este. Tehát annyira hozták ezeket, ezeket a hogy ma már világosan látok, hogy csak este mertem uh -huh. súgva, hogy Erzsike, te, te, te is tudod, hogy apa nem jön vissza. Tehát, hogy ezt valahonnan hallhattam, vagy összeállt a kép. Hát ugye Aha. a gyerekek, azt nem buták. Tudnak ők mindent, csak nem biztos, hogy ennek teret engednek. A szülők, hogy elmondhassák az, amit ők éreznek. És ez nagyon fontos, de hogy a szülők sem tetnek rá, mert lehet, hogy nekik se engedtek meg teret uh -huh. adni azoknak az érzelmeknek, amikben van. És Ebből ez a, egy a lényeges helyzetből. Például... Mit jelentett az, csak hogy természetesen hát lépjünk tovább az, hogy te bekerültél szexárra? A gondolom a pályaválasztás adott egy irányultságot, hova mentél későbbiekben, már akkor ennek fényében így tudatosan választottad az iskolákat? Nem. Nem tudatosan. Tehát annyira tudattalanul azt gondolom, a pályaválasztásban annyi minden dolog benne van. Tehát azért nagyon fontosnak tartom, hogyha már itt tartunk, a pályaválasztást megkezdeni kicsikorban, és nem 8. osztályban, hanem sokkal előbb beszélgetni a gyerekekkel. Nagyon determináló, hogy a szülők mivel foglalkoznak például, vagy hogy mi történik a családban, milyen felnőttekkel van körülvéve a fiatal egyáltalán megismerhet-e új szakmákat. De, De rá, vagy. Rá. Segít, folyamatosan <laughs> dolgozik. Jó. Most rád vagyunk kíváncsi. Igen, a igen. Elsősorban igen. Igen, azért a nehéz azért a segítőnek önmagáról beszélni, bár hát azért azt gondolom, hogy az az alapja a segítő szakmának, hogy önismeretet szerezzen a segítő, hogy működöm, miért ki vagyok, milyen vagyok, bizonyos helyzetekben hogyan reagálok. És Azért én ezt tanulom, hogy magammal szembenézzek, de mégis azért nehéz uh -huh. a nagy közönség előtt, hogy úgy mondjam. Igaz, mi is ketten vagyunk, de azért bennem van, hogy azért ez, ez ezt látni, látni fogják. fogják a nézők. Tehát tudattalan volt az én pályaválasztásom, segítő szakmát kezdtem el tanulni, elmentem egészségügyi szakközépiskolába, és általános ápolás asszisztens képesítést szereztem. Utána, Utána a korbonztalon dolgoztam. Igen, másfél évig itt épp a minap látogattam meg őket, beszaladtam egy 10-15 perc mikor időm van. Én ott asszisztenskedtem, uh -huh. tehát a korbonszani munka az nem a teremben folyik, tehát ez így... Ezt szeretném így ezt eloszlatni, mert hogy a legtöbb ember azt gondolja, hiszi. hogy a bonszteremben folyik az asszisztensi munka, nem az a bonszteremben kívül folyik, az anyagok feldolgozásával, mind az osztályos anyagok, amik bejönnek az osztályok, mind pedig a bonszteremből származó anyagoknak a feldolgozásával. Másfél évig dolgoztam ott, és utána gyors váltás volt. Kimentem palánkra az alkoholbetegek közé, és ott szociális nővérként dolgoztam megint szerintem egy évet, más felett körülbelül. Na itt már a szociális szakma, a segítő szakma kezdett hogy megérinteni, és az egy nagyon lényeges dolog volt abban az időben nekem, hogy akkor volt egy adiktológiai konferencia, vagy Pszichiátriai Társaság konferencia, nem emlékszem már pontosan, amikor olyan dolgoztam, és akkor kezdett, hogy a, 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 a szakmába is, mert talán a köztudatba is, bár azt gondolom inkább a szakmába, ez a 80-as évek vége, elterjedni, hogy az alkohol, az alkoholizmus az nem ö, az egyénnek a felelőssége, már ez egy betegség. Uh -huh. Tehát akkor ez a betegség koncepció, akkor kezdett így a szakmából, és ez engem nagyon megfogott. És uh, elkezdtem ebbe gondolkodni, hogy hogy van ez, hogy hogy van az, hogy emberek ide kerülnek, akkor voltam én 21 2 pár éves. Uh -huh, uh -huh. Tehát így, így indult. Aztán megszültem a fiamat, és... Mennyi uh, ő most? most 13 éves elmúlt, 14 éves lesz, nem sokára. Kis is mondani. Igen, is mondani, hogy úgy, tehát kis kamasz. Tehát nem is tudom, nagyon, szerintem egy nagyszerű gyerek, de hát mindenkinek ugye a gyereke az de ezt ezt gyerek az egy nagyszerű gyerek, azt mondani. gondolom. És, és nagyon érdekes, hogy amit a szakjúdomban olvas az ember, az, azt szülőként hogyan tudja megvalósítani, uh -huh. hát nem könnyű, azt gondolom, úgyhogy a nagyban segít az én anyaságom a, a munkámban, tehát ezt tudom mondani, hogy amikor szülőkkel dolgozom, uh -huh. akkor nagyban segít az, hogy empatikus tudok velük lenni. Vigyázzunk egy kicsit csak, hogy a fonalat el veszítsük, tehát kiötközbe közben az anyaság, és az anyaság után hova tértél ö, vissza? Megint csak megtaláltam a segítő szakmát, tehát ez, mondom, tudattalannak ezek a uh -huh. dolgok, tehát ezek nem tudatosan kerestem én, ö, hanem ö, a munkahogyi központon belül akkor indult a pszichológiai szakszolgálat, és a pszichológus mellett lettem asszisztens. Uh -huh. És... Ö, azt hiszem, hogy talán akkor, át, akkor elkezdtem képződni, belső képzések és nagyon sok volt a munkahogyi központban akkor, mivel akkor indult a szolgálat, és, és mintha kitárult volna a világ. Tehát Azt tudom mondani, hogy ugye én nem rögtön mentem érettségi után főiskolára, egyetemre, és általában ugye akkor a középiskola vége vagy az egyetemen táró ki, úgymond, akkor a széles uh -huh, látókör, akkor uh -huh. lesz egy fiatalnak, és én nekem pedig itt. Azt gondolom, hogy itt éreztem rá az ízére a tanulásnak, vagy egyáltalán a ízére hasznára, mire jó, miért fontos, akkor örömmel tanultam. Tehát azért a középiskolát, hát megmondom őszintén, én nem egy eminens diák voltam. Hát talán így ezt is elmondhatom, hogy azért nem voltam a jó között soha. Persze szerettek a tanárok, mert a humorom az megvan, jó kedvem van, verset mondtam, szerepeltem, tehát tényleg volt egyfajta ilyen um, jó, a jó illő szerepkör is, de azért azt kell mondjam, hogy a, a deviancia az megvolt. volt. Uh -huh. Tehát nem véletlenül lesznek a segítők segítők, hogyha ezt így lehet mondani. Um, az a hogy abból ki tudjanak ebből mondjuk ebből a devianciákból, mert mire gondolok egy devianciák, hát uh, mit tudom egy-egy um, egy 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 kisebb hiányzás az iskolából, um, akkor... Egy-egy egy cigi. Na igen, igen mondjuk nem, nem, a, nem a marihuana, hanem mondjuk nikotinos cigaretta. Egy-egy, <laughs> uh, hát az alkohol azért megjelent már azért a középiskolában nálunk is. Tehát uh, nem volt. Szóval amit... volt egy-két olyan dolog, amiért volt az ellenőrző hát, ez az Igen, avaz. igen, meg, meg azt gondolom, hogy egy, tehát nagyon jó iskolá, iskolán volt meg a kollégiumom mm. is akkor az egészség, ugyanis tehát voltak azért, amit nem néztek el dolgokat, uh -huh. főleg a középiskolában, a, középiskolába, a kollégiumban pedig azért megpróbáltak egy humánusabb légkört teremteni, tehát nem volt azért annyira vas szigor, hogy... hogy... megint, jó, visszakanyarodtunk a szakmához. Csak egy kicsit, csak azért, jó. hogy, hogy úgy, úgy tartsuk a, jó. a fonalat, bár én, én, én tudtam, mert tudom, hogy, hogy ö, ö, veled ilyen szempontból órákig lehetne beszélgetni, mert mindig mindenhez vissza lehet csatolni, és újra lehet beszélgetni. Andi, tehát mi az, amit elvégeztél, és ha úgy érzed, hogy ott tett abban az időszakban, amikor a pszichológiai szakszolgálatnál úgymond megtaláltad a helyedet, akkor mi volt az, ami alapot adott a későbbiekre, és itt én már gondolok, hogy lassan elérkezünk a révhez, ami úgy tűnik, hogy egy nagyon-nagyon jó választás volt, mert jól érzed magad, a problémák, gondok ellenére működik a dolog, és hát nem adnád semmiért, én most így érzem. Nyolc évig dolgoztam a munkahogyi központban. Közben kezdtem el a szociális munkás szakot itt a helyi főiskolán. Illetve elkezdtem egy képzést, mégpedig egy, egy pszichoterápiás képzésnek az első lépcsőfokát, ez volt a pszichodráma. És egy, tehát amikor végeztem a főiskolán, akkor végeztem a pszichodrámával is. Amit az asszisztensi fokozatnak a megszületett. Tehát együtt ment az önismeret és az elméletnek az elsajátítása. És közben azt tudom mondani, hogy egyre több feladatot kaptam a szakszolgálatnál, nem csak a, a pszichológustól, hanem a munkarehabilitáció terén, tehát a foglalkoztatási rehabilitáció terén, amikor megváltozott munkaképességekkel kezdtem el dolgozni, és az ő pálya korrekciójukban vettem részt, illetve hát munkahelykeresésükben azt gondolom leginkább. Tehát ott már kezdett a segítői identitáson kialakulni, és hogy hogy mentem át a révbe, ez a következőképpen történt, egyszerűen kaptam egy ajánlatot, hogy van egy lehetőség, és ö, teljes melszélséggel, szociális munkát gyakorolhatom egyénekkel, csoportokkal, családokkal és akkor kezdtem el a révszolgálatban dolgozni, ez 2000-ben volt, tehát én már négy éve, és 2001-ben 2001 -ben elkezdtem aztán a, a képzést, és 2002-ben vagy 2003-ban, most, most nem tudom pontosan megmondani, pedig az addiktológiai konzultáns képzést, ami Budapesten folyik a Szemelvesz Egyetemen, és a családteraputa képzés pedig a megújulás családterápiás intézetben folyt egy része ennek a képzésnek. Úgyhogy most mindegyike úgy néz ki, hogy lassan ebbe a fél évben, vagy a következő fél év elején, akkor most már így meg is szerzem a szükséges papírokat. Bár hát nem a papír a lényeg, de azt gondolom, hogy most már tényleg csak egy hajszál választ el, hogy ezeket a diplomákat vagy szakképestéseket megszerezzem. Andi, ugye a révről nagyjából most már mindenki tudja, hogy főként kábítószer problémával és alkohol problémával küzdő egyénekkel foglalkoztok sok a, a, a fiatal, és hát tulajdonképpen arra akarok ezzel utalni, hogy te magad is fiatal vagy. Mennyire lehet, és ott talán most itt a magánéletre térnék át, mennyire lehet ezt a dolgot úgymond hát csak a munkára koncentrálva megtartani, tehát csak a munkahelyen a problémákkal küzdeni. Mennyire tudsz te felszabadulni a magánéletbe, egyáltalán a magánéletedet, mennyire tudod kézben tartani a, a fiaddal való kapcsolat, az anyaság, az így, hogy fér egy körbe. Most nem akarom azt mondani, hogy mindig azt szokták mondani, és beszéltem itt már segítővel, hogy ugye a cipésznek mindig a cipője lyukas. Tehát itt azt szokták mondani, hogy aki ennyire cipeli, hát nem nem, biztos nem ez a jó szó, hogy cipeli mások terheit, de mások problémáival küzd, annak bizony magára már nem jut erre energiája. Kérdezem, hogy nálad mi a helyzet? Nálam a helyzet az, hogy folyamatosan keresem a harmóniát, az egyensúlyt. Most azt gondolom, hogy ez, ez, ez most már elég régóta próbálom ezt, hiszen négy éve vagyok a rébe, Azt tudom mondani, hogy első egy-két évben hatalmas nagy gőzerővel, és most az utóbbi két éve azt tudom mondani, hogy egy ilyen megfontoltabban, lassabban öm, próbálok dolgozni, és, és inkább azt mondom, hogy a, a, azt, hogy egyensúlyban én, tehát az én lelki békém legyen egyensúlyban. Ugyanis hát akkor nem tudok segíteni, hogyha én bennem viharok, dúlnak, az azért természetes, hogy mindenkinek vannak problémái, vagy vannak olyan időszakok, amikor nehezebben megy valami, vagy, vagy nem tud ugye, energiaforrásokat az ember biztosítani. De hogy folyamatosan kell arról ö, saját magamnak tudatosan gondoskodni, hogy én honnan tudok táplálkozni. Tehát csak úgy tudok adni, akár legyen, az csak egy figyelem. Tehát, hogy figyeljek arra, aki hozzám jön, hogyha én magamnak ezt meg tudom teremteni. És tehát, meg tudod? Azt gondolom, hogy törekszem rá. Igen, azt gondolom, hogy igen. Igen, igen. Tehát ö, akkor nem tudnám, hogyha mondjuk ö, folyamatosan rosszul érezném magam a Tehát azért, mert megvannak a jelei, amikor az ember... Ö, túlterhelődik. Tehát például az, uh -huh. az első jele az, hogy hogy fáradékony, nem tud aludni, vagy nem tudok aludni, fájnak az izmaim, rossz kedvel megyek be, nem tudok úgy odafigyelni arra, aki bejön. Tehát ezekre az első jelekre, ha rögtön figyelek, és akkor tudok, én azt mondom, hogy ok, állj, akkor egy kicsit egy kis töltődés, akár, töltődés és akkor megkeresem azokat a, a formáit, amit, amit legyen ez fizikális, töltődés, Tehát mm. akár azt mondom, hogy egy, egy jó meleg fürdő, tehát hogy ez tényleg ami, ami lazít, egy jó zene. Én például ö, előtt szeretettel énekelek, hát mindenkinek megvan a saját, vagy akár feszültség levezető módja, és akkor az ének vagy a tánc, tehát nálam az otthon nem ritka, hogy fölteszek egy jó lemezt, vagy akár egy bokrét lemezt is, és régi sanzonok a slágereket uh -huh. énekelek, uh -huh. vagy éppen operát, és akkor... De te szeretsz te szerepelni, te... mert akkor talán itt elmondhatjuk azt is, hogy régen euh, még euh, a városi televízió kezdeti lépéseiként uh -huh. te riporterkedtél is a televíziónál. Gyakran szavalni nagyon-nagyon sokszor láthatunk, Igen. talán most már annyira nem, de még, még még, még, még most is. Igen. Ingen. Ezek a dolgok, miért nem ezen a vonalon? Hú, de érdekes, amit kérdeztél. Azt gondolom, hogy ö, ö, van bennem egyfajta exhibicionizmus, de még talán az egészséges keretek között, hogy ez Tehát, hogy, hogy igazán nem minden áron vágyom a szereplést. Ennek lehettek egy olyan gyökerei, hogy én Azért ezt így tizenéves koromban már elkezdődött azért az iskolai uhum. fellépéseken. Lehet egy olyan gyökere, hogy, hogy amikor az emberek kevésbé figyelnek, akkor a középpontba akar kerülni. Hát én voltam a kisgyerek otthon, Aha. aki például úgy teremtett rendet, most megint ugye ez így a szakma, de hát muszáj ezt így elmondani, úgy teremtett rendet, vagy egyfajta figyelem elterelő manulverként úgy funkcionált, hogy humor, humor ő volt a, a hát most azt mondom, humorista, ő, 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 volt a, vagy én voltam a, a tehát is ez nálam így kis kis Nagyon köszönöm ezt a bohóca családban. Nos, és innen aztán elindult, és akkor el, egy, eljött egy olyan lépés, hogy nem most akkor merre? Tehát azért el, el, volt válaszút, hogy azt mondjam középiskolában, hogy akkor a színművészeti. De aztán mégsem. Aztán mégsem. És akkor a, a versmondás az a, a mai napig megvan, de én most már nem a versmondást mondanám, hanem inkább egyáltalán a, a versolvasást. Uh -huh. Tehát, hogy otthon csak azért, hogy, hogy magamat szórakoztassam, elterem a filmet, ez is egy feszültség levezetési mód, amikor azt mondom, hogy beletemetkezek egy könyvbe, és akkor kikapcsolom. Tehát én úgy tudok kikapcsolni, hogyha vagy elkezdek táncolni, énekelni, Igen. vagy versetni. Tehát ez a, ez a karrier azt gondolom, hogy talán megállt egy olyan, a, a, akkor, amikor én elkezdtem azon gondolkodni, hogy én miért akarok mindenáron színpadra menni, miért akarok én reflektorfénybe kerülni. Biztos, hogy ezt akarom? Mit, mit fog az nekem hozni? De most úgy érzed, hogy jó helyen vagy nem. Tehát az a Igen. felvezető, amit Igen. én itt mondtam, hogy Igen. hogy nem cserélni, tehát jól érzed nem, magad. Jó, jó. Jó. Azt tudom mondani, hogy biztos, hogy még több éven keresztül folyamatosan, a, hát remélem, hogy az egészségem is engedi meg, meg minden egyéb feltétel, de hogy nem se pályát, pályát mondos, de biztos hogy nem fogok. Uh -huh. Tehát ez ez, azt gondolom, hogy a huszon. 6-7 éves korom körül azért már, hogy azt mondtam, hogy na, biztos, hogy ezen maradok. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy onnantól kezdve már inkább azt azon kellett, hogy na, akkor milyen irányba, tényleg milyen szinten, kikkel, mely területen. Ugye ezért a segítői szakma nagyon széles, tehát tényleg nagyon sok felel lehet helyezkedni, azt gondolom. De hogy maradok, és azt gondolom, hogy maradok a, 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 az a segítő, aki, aki közvetlenül azzal foglalkozik, aki segítségért jön és mert sok, a segítségadásnak is egy sokféle formája van, lehet az egy intézményen belül nem közvetlenül, hanem közvetett módon történhet az. De én maradok ennél a formánál, a személyes kontaktusnál, uh -huh. tehát ez, ez, így, ez így ebben biztos vagyok. Andi, ö, mi az, ami re tulajdonképpen e, jut e, időd, ugye? Itt említetted azért, hogy a kikapcsolódás is csak egy-egy vers, egy-egy fürdő esetleg, tehát ebből ugye azt vettem észre, hogy sok mindenre e, neked sincs időd, és hát tudom azt, hogy rettenetesen be vagy táblázó azért itt országos méretekben is lehet gondolkodni, nagyon sok szervezettel vagy kapcsolatban, most is például Budapestre készülsz előadást tartani, tehát rengeteg minden. És én most engedd meg, ugyanakkor meg valahol még mindig érezzük benned, ez, amit te említettél, ezt a gyerekkori kis bohócot. tehát hmm. mindig ez a, ez a vidámság, ez a, ez a, ez a, ez a jópofasság, hogy lehet, hogy az ember, aki nem is ismert téged, nem is gondolná, hogy te egy vezetői pozícióba vagy, vagy, vagy hogy, hogy, hogy te vagy az az ember, aki tulajdonképpen irányít. Ez, ezek a dolgok hogy, hogy férnek meg? Én azt deviás kottam egy kicsit, a tekintély személyekkel kapcsolatban azért vannak nekem konfliktusaim. Azt mondom, de most már egyre kevésbé, de hát azért még ezen van dolgom. Szóval, hogy igazán nem szeretem a tekintélyelvűséget. Az, hogy vezető vagyok, hát ennek, ennek is megvannak a gyökerei, biztos sok minden még, amit nem is tudok, de hogy nem szeretem a tekintet. Nem, nem vagyok az a fajta ember, aki úgy vívja ki a tekintét, hogy kar, kardot nyert és nagyon föntről osztja. A nem is lehetett, egy segítő identitás az nem fér össze, azt gondolom. És az, hogy vezető vagyok egy intézményen belül, az rendben van, de más emberekkel, akikkel kapcsolatba kerülök, azért megpróbálok partner lenni. Tehát, hogyha mm. ő, vesz, ő is veszi a partnerséget, és akár legyen ez egy másik vezető, vagy az, akár legyen egy másik intézményben dolgozó, aki nem vezető, én azzal is partnerként. Tehát én általában, amikor fölhívok egy kollégát egy eset konzultáció kapcsán, akkor nem úgy hívom föl, mint a révvezetője, mert ennek semmi köze. Ezeket, ez, ez külön kell valahol váljon bennem a munkasnál, tehát leülök, beszélgetni valakivel, akkor 90%-ban nem tudják, hogy én vagyok a vezető. És nem is kell tudni, nem oda tartozik. Uh -huh, uh -huh. hisz... Van, aki ezt nem így gondolja. Valaki nem így gondolkodik. Igen. Ez is te vagy, én azt gondolom. Példa, igen, például ö, meglepődtek a szomszéd ö, daim, hogy ö, én foglalkozom emberekkel. Hát hiszen én vezető vagyok. Tehát, hogy azért a, 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 azt gondolom, a társadalomban is él egy olyan kép, hogy a vezető az vezet az nem foglalkozik a, a, a kliensekkel. Tehát ez egy érdekes, egyébként meg, ha bemegyek bárhova, nem ezzel kezdem, hogy vezető vagyok, persze van olyan hely, ahol ezzel kell. Tehát azért én is tisztában vagyok. Volt egy nagyon jó vezető megkony a, a munkahogyi központban, aki nagyon jól tudta a diplomáciái kapcsolatokat alakítani, tudta, hogy kivel, hogy kell beszélni, és őtől tőle ezeket, azt kell mondjam, biztos volt valami vénám is de ellestem. És hogy, hogy, ez, ez valószínűleg onnan jön, hogy amikor bemegyek valahova, és nem úgy megyek, mint révvezetők, én nem hozom a révvezetőségemet. Hát minek? Akkor én vagyok a kálócián. Ha viszont egy olyan helyre megyek, ahol az fontos, egy olyan hierarchizált intézményrendszerbe, ahova nem ö, mint szakember megyek, nem mint magánember megyek, hanem mint vezető, akkor ott ezt azért hozni kell. Szóval én is akkor keménye <laughs> Akkor előjön ez a színművészet is. <laughs> biztos, hogy akkor van benne egy ilyen áll... hát, vannak azért állarcok, az, az emberek szerepeke. szerepeke. Nem, nem az igazán, mert ez egy szerep. Tehát ez az enyém. Az, áll, az állarc az, az nem biztos, az, az, az egy talán egy másfajta, amíg el lehet bújni meg. Nem, ez az enyém. <laughs> Andi, ez a műsoridő igen, tényleg igen. mindig véges. Igen. Sajnos igen. ezt így el, el kell mondanunk. Egyetlen egy kérdést tennék még fel, hogy ha most valamit meg lehetne változtatni, akkor mit, 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 mit csinálnál? Mi az, amit, amit, amit most megváltoztatnál az életedben? van -e egyáltalán Hú. ilyen? Szóval ezt én is meg szoktam kérdezni, hogy ha kívánna valamit, akkor, akkor jön egy dolog, tündér, Tün, akkor... Igen, igen, igen. Hú, de nehéz kérdés. Hát akkor ha ezen ennyit Hú. kell gondolkodni, hát, uh... akkor ez két dolog. Vagy nagyon sok minden van... Vagy nincsen semmi, és minden rendben van. Azt gondolom, hogy, hogy inkább azt, hogyha így lehetne kívánni magamnak valamit, Igen. akkor azt nem, hogy hogy ezen az úton menjek, amin, amin megyek most, és akkor nem lesz gond. Hát akkor Talán. akkor tovább ezen az úton, előre, egészségben, meg mindenféle Igen. földi okay. jóval. Andi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, tényleg további sok. sok sikert meg a Révnek is. Köszönöm. hasonló születésnapokat még. Köszönöm. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg várom önöket legközelebb is viszontlátásra.